tehát itt vagyunk az Apra Magyar leges-leges legutolsó adásában, és ma ez egy döntő. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy persze, és nehogy félreértsetek, akiket most nem szólítok meg, hogy Gundel Takács Gábort és Fenyő Ivánt hogy tudnánk még versenyebb helyzetbe hozni, és ezért kitaláltuk a villámkérdések idejét. Igen. És ez azért fontos, mert most nem 2 percük lesz önöknek sem, és nektek sem, hogy kigondoljátok, hogy melyik. Ezek eldöntendő kérdések lesznek, gyorsan. Nagyon sok pontot lehet vele szerezni, hiszen nem 2 kérdés lesz, vagy 3, hanem sok-sok kérdés. Gyorsan kell nyomnotok, abba is persze, hogy akkor tudtok pontot szerezni, aki találjátok, hogy otthon mit gondolnak az emberek. De tudjátok. És most valaki vezesse le. Egy hónapja nem vettem levegőt. Óriás. Na jó, tehát 1 perc, 1 pont, kezdhetjük? Aha, kezdjen. Jöjjön. Tehát az első villámkérdésünk. Vegyetek egy nagy levegőt. Figyelj. Ön az eszére vagy a szívére hallgat a legtöbbször? A. Az eszemre, B. A szívemre. 1 percük van nektek is. Rögtön nyomjuk is, vagy mondjuk is valamit. 1 perc alatt meg kéne nyomni is, de közben persze érdekel, hogy ti az eszetekre vagy a szívetekre hallgattok. Művészkék vagyunk, szívünkre. Szívünkre. De a fontos döntésekben is, igen. Nekem a gyomromban van a szívem, úgyhogy én... Ha az ember az eszére hallgat, az számít, abban könnyen számítási hiba csúszhat. Persze vannak, akik ezt nagyon jól csinálják, és hatékonyan csinálják, nekem nem működik. Nekem a fontos döntésekben a szívemre kell hallgatni, és akkor jól vagyok. Belülről mindig érzem. Szokták azt mondani, hogy azt hiszem, hogy elment az eszem, de bevállaltam. Érted, hogy gondolok? Igen, az érdekes, hogy ugye, hogy azt mondtam, a Gundi mond, hogy egyébként, ha a szívedre hallgatsz, akkor akármi történik, ha rossz, ha jó végül is, akkor is azt mondod, legalább úgy döntöttem, igen, ahogyan szeretném. Igen. Valószínűleg átvernek. Azért baj. Az is benne van a pakon. De akkor várjál, Vileg, akkor te nem a szívedre hallgatsz, csak azért nyomtál B-t. Én a szívemre hallgatok, de attól függetlenül benne van a pakliban, hogy többször átverik az embert. Azt csinálom, amit érzek, és nem pedig azt csinálom, amit gondolják. Ha az eszedre hallgatsz, akkor nem vernek át, de hogy nem akkor sem. Villám kérdések, úgyhogy lejárt az 1 perc, meg is mutatom gyorsan, hogy a nézők hogy döntöttek, tehát van-e mindenkinek pontja, vagy senkinek esetleg? Tehát többen hallgatnak-e otthon az eszükre? Nézzük. Na tessék! Ez mindenképpen egy nagyon jó hír. Na jó, menjünk is tovább, jöjjön a következő kérdésünk, amely így szól. Nagyon-nagyon velős érdekes kérdés. Ön kinek drukkol? Tomnak vagy Jerrynek? Melyik? Tomnak, Tom a macska, B, Jerry az egér. Jerrynek. 1 percük van önöknek otthon. Ez teljesen egyetlen. Fel kell pörögni, szombat mindig este van. Mindig a picinek kell drukkolni. A picinek? Nem picinek. Én a macskának drukkoltam mindig, én rüheltem az egér. Gyerekek, ki az, aki kinyírná a préri farkasztot? A kenyek futó gyalogpakokból. Soha, hát mindig a gonosz mostoha az érdekes a sztoriban. Egér nem lehet görény. Az egér az egér. Tudod, miért a macska nem volt görény? Rápad a csapja az ungora fedelet. A Tom a sokkal szerencsétlenebb volt. Egyébként a világ nagyon fontos kérdése ez, de végül is átvitt értelemben valóban. Tehát, hogy miért megengedőbb az ember egy pici, cincogó állattal, mint azon a szerencsétlenebb, aki gyengé. Mozaikjaira esik állandóan, és mégis össze. De nem, a Jerry az mindig szemétkedett. Valahogy igen, mindig szemétkedett. Igen, tehát nem volt egy ilyen kis aranyos kis egér, és a Tom meg akart. Akkor miért szavaztál rá? Mert az emberek szerintem azt fogják gondolni, amit te mondtál. Azért, mert te is. Most akkor én is váltsam át félre. Én mondtam. Ez olyan, mint a... Tudod, ez a mondat, ezt most tényleg kimondtam? Ez mint a Dallasból a Jockey Young, nem? Na, várjál, mert az is lesz mindjárt. Nézzük meg, hogy önök hogy döntöttek. Hogy felpörögtünk? Azt a mindenit, úristen, az adrenalin a fülemen folyik ki. Na, nézzük, hogy... Ja, hogy Tomnak, értem. Mi egy ilyen óvóvédelmező ország vagyunk. Na jó, le is csaptam ezt a kártyát, jöjjön a következő. Itt ez a tőlem balra levő szekció kapott pontot. Hárman nézzük, hogy mi a következő kérdésünk. Na, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Szintén ön szerint a méret a lényeg? A. Igen, B. Nem. 1 percük van, hogy eldöntsék. Tudják, Godzilla is erről mesélt. Hát figyelj, ezt kiüljük szerintem. Mit csinálsz? Ezt kiüljük, lehet, hogy ilyen méltóság teljesen. Jó, hát kimerni otthon azt mondani, hogy igen. Mire szavaznak az emberek? Mire vajon, mire a párjuk? Jó, hát azért valakinek...
mindenkinek ilyen láthatatlan párja. Nem mondod, hogy autód van. Azt tudjuk, hogy neki sok párja volt, azt még nem tudjuk, hogy mennyi. Ugyanannyi volt, mint neked, csak én többet azt beszélek róla. Hát azt nem tudjuk, hogy Gundinak 20x évvel ezelőtt milyen zűrös élete volt, arról nem szól. Én hallottam róla a brékekben egy pár. Igen? Hát igen, igen. Ezért tudod, hogy nem kell ellenség. Hát érted, csak mondjál el egy-két dolgot. Holnap is jöttök. Direkt eltörte a kisujját. Képzeld el, a katonaságban direkt eltörte a kisujját. Én szuperhősöm. Ja, hát valahogy haza kellett jutni. Na. Te vagy az egyetlen, aki nem gondolkoztál azon, ja, otthon, mennyire lesznek bevállalósak az ember. Ne, hát ilyet, hát mit mondtak, hát Anna eddig se az érdeket, hogy mit mondtak. Csak azért is. Persze. Persze. Hát nézzük meg, hogy tényleg mit mondtak önök otthon. Igen, vagy nem. Lehet, hogy éppen Beiglit gyúrnak, és arra gondolnak, hogy 0-30-as vagy a 0-50-es legyen. Mert azért az biztos, hogy jobban kor. De nem. Nem számít a méret. Anna, nem kaptál pontot, de legalább bevállaltad. Na, és akkor robogjunk tovább. Következő kérdésünk. Szintén nagyon fontos, és az életet átívelő. Ön szerint mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A. A tyúk, B. A tojás. Csilla. Egy percük van. Ezek is nézői kérdések? Gyerekek. Ez például egyébként egy igen, ez egy nézői kérdés. Mert jó. De ez egy filozófikus kérdés is. Igen. Na miért a tyúk? Én már megfejtették egyébként. Na, azért volt előbb a tyúk, mint a tojás. Nem. Mert azt nem gondolja senki, hogy ha tojás volt először, akkor a teremtő 21 napig kuporgott ott egy helyben ülve, ugye? Tehát nyilván előbb a tyúk volt. És aztán. Ez jó. Logikus? Egyébként én... Nem, én mintha régen rajta, ilyen... Hát ott, igen, Iván, hallgatlak. Igen, én még bioszkémiás voltam, és azt hiszem, hogy azt mondták nekünk, hogy azért a tojás, mert hogy a hüllő tojások meg ilyesmi, tehát hogy a tojás az tényleg előbb volt, mint a tyúk. Azt mondják is, hogy a dinoszauruszok azok, hogy madárszerű lények. Tehát a tyúk miből született volna, az is egy tojásból. Mindenképpen a tojásból jön ki bármi is. Ezt most komolyan kifejtetted? Igen, komolyan kifejtetted, csak azért is mondom, hogy befolyásoljam egy picit a nézőket, hogy megértsék, hogy amit te mondtál, az butaság, én meg megállt az élet. Egyébként most, amit én mondtam, meg az órán biztos, hogy nem butaság, csak nem biztos, hogy így. Gondol, na, nézzük biztos, meg, jó, hogy okay. Na most viszont a nagy páros, Gundel Takács Gábor és Fegyi Iván között. Na most nézzük, hogy följössz, vagy eltávolodunk. Gábor vagy Iván, tyúk vagy a tojás? Tehát a tyúk. De semmiképpen sem azért, mert egy tyúköl otthon, hanem azért, mert akkor ezek szerint jobban elhitték. Iván, későn szólaltál meg, lehet, hogy addigra már megnyomták. Valamiben össze kellett rakódnia. Jót mondott, csak nem lehetett belőle érteni, Gábor, semmit. Amit én Gábor mondtam, az teljesen plasztikusan, Gábor, jól látható volt. Jó, akkor kitolta az első tyúkot? Nem. Azt csak úgy megszülte. Teremtő megteremtette. Megszülte a legyen tyúkot, nem? Lerajzolta. 3D-ben. Na jó, menjünk tovább, mert most egy olyan teológiai vita alakul ki, ami viszont nem. Ott nem tudok villámkérdést föltenni. Na jó, nézzük, mi a következő kérdésünk. Ön melyik évszakot szereti jobban? A telet vagy a nyarat? A. A telet, B. A nyarat. Ez egyértelmű. Egy perc. Van, hogy megszeressék a telet vagy a nyarat. Egyébként, ha már most már megnyomtam, én minden évszakot szeretek, ha meg süt a nap. De én megnyomtam. Nem nyomtam? De nyomtam, csak lehet, hogy túl korán. Most már látjuk. Tehát szerint én minden évszakot szeretek, ha süt a nap, és egyiket se, hogy olyan borongós. Rossz idő. De nagyobb az esély, hogy nyáron süt. De azért, igen, igen. Választottam. Szabi, miért gondolod, hogy a telet szereti jobban? Nyár. Bréko. Én effektíve téli gyerek vagyok. Igazából már a nyár, így az elmúlt, nem is tudom, talán az elmúlt 10 évben olyan trópusi méreteket ölt Magyarországon, ami konkrétan elviselhetetlen. Tehát, hogyha ezt így ma, és nem egy ilyen belemerengés így az élet nagy körforgásába kell választanom, akkor én inkább a telet. Tehát ma inkább a telet szeretem. Tényleg? Jobban. Hát gyerekek, a nyár, tehát ilyen sivatagi hőmérséklet van. Én meg ott állom a telet, mert nem tudom kiszedni a kocsit a garázsból. Ilyen meredek utcán lakom. Lehet öltözködni. Elég képesztő.
eleve nem 50%-on teljesít az ember. Iván, lejárt a szavazás. Én nyomtam már az előbb. Hát a fesztiválok, az nyár. Fesztiválok, az nyár. Viszont télen, jól lopuk ki, ha semmi, tényleg a télapó, na? Mindegy, Mikulás. Nézzük meg, hogy önök között megoszlik-e. Nyilván buktam. Nyilván buktam. Szerintem is, de azért várjuk ki. Még azért nagyobb mérgeket ne vegyél be. Mindjárt már csak másodpercek. Igen, igen. Nem kicsit buktál, elég nagyot. Én a mérettel egy kicsit jobban. Nem baj, Szabikám, mert tényleg, szóval adjuk ezt a pontozásos sportágot, ami itt állunk van. Ha jöjjön a következő, amit ha már emlegetted a Dallast, akkor jöjjön. Na, szerintem nagyon vicces kérdés. Nem a Dallas jön, bocsánat, ja. Akkor még nem. Akkor majd még egy nézői kérdésünk ez is. Ön hogyan mondja, zsemle vagy zsemle? Ugye? A. Zsemle, B. Zsömle. Gyerekek, a zsömle az egy kutya név. Egy perc. Zsömle. Gyere itt a zsömle. Érted? Szerintem... Zsömle pedig egy étel. Szerintem... Zsömle kutyám, hegyes füled. Szerintem 50-50, de a szegediek miatt zsömle. Zsömle. Én zsömlének. Szerintem zsömle. Most próbáljátok meg azt elképzelni, hogy álltok egy olyan pici ABC-ben, amiben azt kértek, hogy kérek szépen négy zsömlét. Négy zsömlét. Nem, most már ezek mind bucik. Zsömle. Meg különben is kieszik zsömlét. Most körbe kéne járni az országot, hogy hol ki eszik zsömlét. Hát az Iván honnan tudná? Mikor ettél zsömlét utoljára? 1993-ban. Hát ez az. Én a croissant utolsó zsömi élvényed. Legyen zsömje. Zsömje. Na jó, de ez egyébként ezt kitalálni, hogy otthon az emberek. Hát lehet, hogy a fővárosban máshogy tanulják általában ezt, mint ahogy vidéki városokban. Tehát uborka vagy ugorka. Ugorka. Ugorka, igen, uborka vagy ugorka. Az mi ez? Egy ilyen orosz. Parizer vagy párizsi, tehát ez is olyan. Micsoda, parizer vagy? Párizsi. Ugorka, nehogy ugorka. Parizer. Virág, még te hiányzol a sorba. Én zsömlés vagyok. Te zsömlés vagy. Na jó, nézzük meg akkor önök zsömle-zsömle. Ha zsömle, akkor csak annak kap pontot. Úgyhogy... Tehát egy szem zsemle. Hát én már mérettel is befutottam egyszer. Na jó, de ott tényleg vállaltad a valódi véleményt. Nem már! Jól csinál! Nem már! Pékek, egyesüljetek! Igen! Te leszel a Pék Szövetségnek innentől kezdve az arca. Hát fura, de azért majd megszokják, ahogyan ezt a kis sok színes hajat lehet nézni. Sok minden lesz. Na most jön a Dallas, amit beígértem. Végre. Nagyon vicces kérdés szerintem. Ön szerint ki hívott többet a Dallasban? Joki vagy Samantha? Joki, B. Samantha, önöknek egy percük van. Ez jó, ez jó. Gyorsan kukkancsanak be egy jó Dallas részbe. Nyilván a Samantha, mert mindig otthon volt hagyva. Szóval nem úgy volt, csak minden alkalommal. Dallas főcím, és rögtön valaki már reggel. Abszolút, Ellie kivétel. Volt egy kollégám, aki leült egyetlen egy Dallas rész elé, és mindig hívott, amikor valaki hívott a részbe. Pont olyan részbe gondolni. Ez klasszikus játék. De nem zavart, hogy egy rész egy hetetől elfelt? Samantha volt. 45 perc alatt mi volt? A Samantha volt, aki a nappaliban mindig már Joki. Joki, és így mozgatta az a Joki, az állandóan ívott mindenféle megbeszélésre, de azt a Samantha már hamarabb kezdte. Ő meg már otthon non-stop, én már mondtam, de kinek állt jobban? Részegen vették el. Jokinak vagy Samantha? Igen, ez egy pozitív karakter volt ez a Joki, nem? Nagyon abszolút hozzájár. Mert ugyanazért erről beszéltünk, hogy a gonosz, tehát Tom. Tehát a gonosz mostoha mindig az az érdekes egy filmben, vagy egy történetben. Igen, közben nyomni kell, hogy vajon ki ívott többet. Na, Anna, te vagy az utolsó. Hát Látványosan Samantha. Én nem tudom, ez egy tök érdekes. Én azt gondoltam volna, hogy Jokit fogjátok, de nem. Oké, nézzük meg, hogy önök otthon hogyan gondolkoztak. Idősebb nézőink kérünk, szavazzanak. Elgalasztette. Samantha volt a tintás, nem? Nem, olyan sokkal, de mégis a mindenki kapott. De a Joki kevert, kavart, a Samantha az ráért, azért nyilván tudott kiállni. Na jó, jön a következő kérdés. Hú, nagyon belehúztunk. Jöjjön tehát, ez egy szintén ilyen epikus kérdés. Ön mit szeret jobban, adni vagy kapni? Attól A. adni, B. kapni. Egy percük van erre, hogy eldöntsék. Megint fontos az őszintesség, hogy vajon őszinték lesznek-e otthon, vagy nem. Nem vagyok egy nagy ajándék zsonglőr, de amikor kitalálok valamit, és tényleg így érzem, hogy ez most így működni fog, akkor annál nincsen jobb érzés, hogy amikor adsz, akkor én azzal az már egy olyat kapok, így van. Nem feltétlenül tudok mindig kellőképpen reagálni, akár egy tökéletes ajándékot, ez egy alapvetés, az ember olyan nehezen már eleve
retteg, hogy vajon mit fog kapni, mit látok, és hogy annak hogy fogok örülni. Fog-e, vagy nem? Nem, inkább az, hogy az arcomra ez mind ki fog-e ülni. Tehát akármi is lesz az. Kivéve, hogyha gyerekektől kapod, az bármi lehet, a legkis vackabb kis rajz. Nem, már annyira sírni is tudok rendesen. Igen, de tényleg ez egy nehéz ügy szerintem. Tehát, hogy valahogy inkább az, hogy inkább ez egy ilyen, szerintem egy belső rossz tulajdonság az embereknek, hogy nem mernek kapni. Tehát, hogy nem mernek örülni annak, vagy nem tudnak elfogadni. Amíg sokszor félre megy ezért kapás. Anna, tehát, hogy igen, már csak te hiányzol. Igen. Mindenki az ára szavazott, tehát azt gondoljátok, hogy otthon is azt gondolják, hogy adni jobb. Na nézzük meg. Na majd kapom. Azt gondoljátok, hogy azt gondolják, hogy azt gondoljuk. De ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy mi tudják. Ne ragadtuk ki, mert megküllök. Adni, bizony. Hát jaj, de jó adni. Azért szeretnek kapni is a nézőink 20%-ban. És akkor jöjjön a 10. villámkérdésünk, amely így szól. Már... Ön szerint a győzelem vagy a részvétel a fontos? A győzelem A, B a részvétel. Attól függ, egy percük van. Micsoda? Attól függ, milyen nagy csapat. Mert ha jó a csapat, akkor a részvétel is a győzelem vagy a részvétel. Igazából azért fogok a győzelemre szavazni, mert egyszerűen érezzék, tehát érezze a másik ember, érezze az a játék, az a verseny, hogy én azért jöttem ide, mert ezt meg fogom csinálni, és magamnak is bebizonyítom, mindenkinek bebizonyítom. Ezt most nem magamra értem, hanem így az egészen. Úgyhogy nyilván a részvétel a fontos, de gyerekek, attól üt valami, és attól nyer értelmet valami, hogy azt meghajtod, és látja a melletted álló. Az egész biológia egy verseny, sokkal jobban esik úgy másodiknak lenni, hogy emellett a csávó mellett lettem második, és akkor jobban örülök. Szerintem a második. Tehát érted? Győzni jó, de... mindenki szeretne nyerni. Igen, de azért maga, hogy ott vagy. Kubertenbáró és a többiek összecsaptak. De az a virág és az a másik kérdés, hogy mit fognak a nézők nyomni. Ja, ez ezért nehéz. Igen, de Gundi, te voltál az első, aki megnyomtad a győzelmet. Nagyon kíváncsi lennék, miért, csak nincs rá időszer, hogy meghallgassam. Muszáj virágot, te is kívánok. Pedig végre valami nagyon érdekelt volna. Bocsáss meg, majd elmondom utána neked. Na nézzük meg, azért alatt, ami alatt kialakul a kis versenyállás, mondd el, légy szíves, hogy miért a győzelmet mondtad? Figyelj, a részvétel az nyilvánvalóan egy jó dolog, meg fontos dolog, de aki amatőrben egy dühöngőben focizik, az is szeret győzni. Nem minden áron, és persze különbség van az olimpia között, meg különbség van egy ilyen játék között, ahol jó volna győzni, de nem fáj annyira, ha nem. Most nem. De így van, de nem baj, ez nem baj, nem baj. Ez azt jelenti. Na jöjjön az utolsó kérdés, és aztán megmutatom nektek gyorsan, hogy hogy áll a verseny, mert most azért össze-vissza kaptatok pontot. Lássuk tehát akkor a következő villámkérdését. Ön hisz a horoszkópnak? A pókoknak? Igen, A, igen, vagy B, nem. Egy percük van. Horosz pókok. Nem, melyik horoszkópnak? Az, amelyik az, hogy egyébként a hónapban minden nyilas szerelmes lesz, és minden... A napi horoszkópban nem hiszek, mert a napi horoszkóp szerintem egy oltári nagy baromság. Most vegyük úgy, hogy egy exakt horoszkópnak, tehát amit tényleg szakember csinál. Amikor kielemzik. Akkor én abban hiszek. Ez szerintem... Várj, most akkor hogy értelmezzük? Nem, ez szerintem arra vonatkozik, már bocsánat, mert te vezeted, de szerintem arra, hogy amikor nézel egy mű, egy ilyen újságot, meg tudod ezeknek a baromságoknak, hogy az általában az emberek hisznek ezeknek a hülyeségeknek, és jobban gondolják, hogy nem. Én meg nem ismertél még magadról, akármilyen magazinban rátévedtél, és akkor Jézusom, hát ez honnan igazi horoszkóp, az működik, hogyha egy profi csinálja. De amikor ezeket olvasod a rákoknak ebben a hónapban, meg ezen a héten, hogy az a rák az ilyen, és pont, akkor azt érzik az emberek, hogy hát azért nem mindig ilyen vagyok. Amúgy szerintem a jót hajlamosak elhinni az emberek, még a napiba is, a rosszat, meg hülyeség ez napi horoszkóp. Szóval szeretjük csak a jót elhinni. Kis aranyesőt elhisszük. Igen. Na jó, le is járt az idő, nézzük meg, hogy önök hogyan szavaztak, megint megoszlik itt a mezőny, hogy vajon pedig az A vagy a B. Még lehet cserélni? Nem. Megpróbálom. Ezzel vesztettél, Anna. Ne! A két B-s fiú. Hát, Szabi. Annyira ígértem. Nem a mi napunk. Most... Viszont annyi minden történt, annyi pont cikázott jobbra-balra, hogy most megmutatom még a reklám előtt, az utolsó szegmensünk előtt, hogy hogyan álltok. Fú! Egy pont számon vagyunk.
Egyébként volt egy pillanat, ti is nagyon fontosak vagytok, lányok, de volt egy pillanat, amikor egyenlőség volt, és aztán Gundi vesztett. Elvesztette. Győzelemmel vesztettél. De a részvételet nagyon fontos ebben a pillanatban is. Gundi, meg a részvétünk. Sose vezettél, csak volt, amikor egyenlő volt. Vezetni sose. Ez fontos. Ez fontos. És a győzelem a fontos. A kandúrok. Na, a lényeg, hogy megyünk el reklámra, jövünk vissza, akkor már megint két perces kérdésekkel. Várjuk, hogy az Apra Magyarban el fogjuk dönteni, hogy ki a győztes a héten.